Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Kutni Gábor vagyok, és mutatom röviden képekben, mivel készültünk önöknek mára. Beléptünk a karácsonyi várakozás időszakába. Az új tűzoltópanasnok terveiről beszélgettünk. Két bátaszéki vállalkozó is a VOSZ díjasai között van. Mesemondó versenyt rendeztek az általános iskolásoknak. Advent, azaz eljövetel. A keresztény kultúrkörben a karácsony napját megelőző negyedik vasárnaptól Jézus születéséig számított időszak. Ebben a négy hétben készülnek fel az emberek fizikailag és szellemileg a szeretet ünnepére. Nyúl Viktor bátaszéki plébános elmondta, ebben az időszakban kiemelten fontos, hogy észrevegyük és segítséget nyújtsunk azoknak az embertársainknak, akik nélkülöznek. Szorgos kezek készítik az adventi koszorút a Nagy Boldogasszony templomban bátaszéken. Készülnek a várakozás időszakára, az Úr eljövetelére. Fontos, hogy mi is megérkezzünk az Úr Jézushoz. Fontos, hogy mi is felkészítsük a szívünket, a lelkünket, mind spirituálisan, tehát lelkileg, mind fizikailag is felkészüljünk karácsony ünnepére, Jézus születésének megünneplésére. Fizikailag akár abban is megmutatkozik, hogy nagy takarítást végeznek sok helyen, vendégeket várnak, sütnek, főznek. Ez is egyrészt a fizikai felkészülés karácsonyra. De ugyanakkor adventhez hozzátartozik a lelki ráhangolódás, a lelki fölkészülés. Jön az Úr, kérdés az, hogy én megyek-e oda, hogy találkozzam vele. Az advent a bűnbánatnak is az ideje. Az advent színe a liturgiában a lila szín, amely a bűnbánatra, a megtérésre szólít fel. Egy nagyon szép szimbólum adventnek az adventi koszorú készítése. Itt bátaszéken is kedves gondos kezek készítik a nagy koszorút, az adventi koszorút, amit szeretnénk a templom elé kitenni, az út mellé, hogy minél többen láthassák, akik erre e forgalmas út mellett elhaladnak, akár gyalogosan, akár biciklivel, vagy autóval. És ezek a gyertyák advent négy vasárnapját jelképezik. Az adventi koszorú tehát kifejezi közös ráhangolódásunkat adventben karácsony megünneplésére. Kifejezi az egységet is, hiszen a koszorú kerek formája szimbolizálja a testvériséget, az egységet. Sok-sok apró részletből, gajból készül, szimbolizálja a közösséget, minden embert. Ez a koszorú legyen jele annak, hogy a világ világosságának a megszületését ünnepeljük, Jézus Krisztus születését ünnepeljük. Legyen jele annak, hogy összefogunk, törekszünk segíteni, támogatni egymást, testvérként fordulva mindenkihez. Ebben az időszakban azonban kiemelten fontos, hogy segítsük a rászorulókat. Fontos, hogy megjelenjék a caritas, vagyis a szeretet szolgálat is. Az idősek felé való gondoskodás, idősekről való gondoskodás, a betegekről, a szegényekről való gondoskodás. Akár úgy is, hogy tartós élelmiszer gyűjtést tartunk itt a templomainkban, és törekszünk a nehéz helyzetben lévő családokat támogatni a caritas csoportunkon keresztül is, de ez országos szinten is több lehetőség is van erre adakozni. Úgy gondoljuk, hogy mi törekszünk itt helyben, ami lehetőségünk adódik, lehetőségünk szerint csillapítani nehéz helyzetben lévő családok nehézségét. Tehát a tartós élelmiszer csomagokat december 18-áig lehet leadni a bátaszéki plébánián vagy a templomban. Nem nagy dolgokra kell gondolni, hanem a kicsi dolgokat nagy szeretettel tenni. Az adventi koszorún a gyertya fénye pici, de a sötétséget megvilágítja. Összefoglalva tehát advent örömüzenete az, hogy Isten fia érkezik hozzánk. Jézus neve annyit jelent, hogy Isten szabaddá tesz. Ő azért jön közénk, ma is, hogy szabaddá tegyen bennünket, hogy békét, örömet hozzon, hogy Ferenc pápa mondja, Isten a közelség, az együttérzés és a gyengétség istene. Ez advent üzenete, és advent ráhangol már bennünket karácsonyra, amely Isten szelídségéről, Isten gyengétségéről szól. Mint minden évben, idén is szerveznek hajnali vagy más néven Roráte szentmisét. Bátaszéken csütörtökönként reggel 6 órakor lehet ehhez csatlakozni. Vigyázzunk arra, hogy advent igazi üzenetét ne lopja ki szívünkből a túlzott vásárlásnak a láza, a túlzott fogyasztásnak a kísértése. Fontosak az ajándékok, de az igazi ajándék egymásnak akkor vagyunk, ha mi magunkat tudjuk odaadni egymásnak egy mosollyal, egy jó szóval. A lelki ráhangolódás nélkül nem igazán igazi a karácsony megünneplése. Kívánok mindenkinek szép adventet, és hiszem azt, ha megnyitjuk a szívünket az érkező Úr Jézus elé,
akkor ő ajándékot hoz nekünk, békét, örömöt, és ezt a békét, ezt az örömöt kívánom minden családnak, minden hallgatónak és minden nézőnek. Új panasnoka van a bátaszéki tűzoltóságnak. Ill József sok évvel ezelőtt kötötte életét a lánglovagokhoz. Majd jól működő és technikailag is magas színvonalú panasnokságot vezet, mondja, de folyamatosan azon kell dolgozni, hogy a jövőben is ez így maradjon. A jövő év kiemelkedő lesz a csapat életében, hiszen 140 éves évfordulóját ünnepli a bátaszéki tűzoltóság. Eligazítás a bátaszéki tűzoltó panasnokságon. A laktanya új panasnoka Ill József, ahogy minden kisfiú, ő is tűzoltó akart lenni, de az ő álma meg is valósult, ezt választotta élethivatásnak. Történt, hogy egy baráti beszélgetés hatására belépett a kötelékbe, a bátaszéki önkéntes tűzoltóság tagja lett. Mindez 16 éve történt. Tanfolyamokon vettünk részt, gépkocsi vezető lettem. Egy kicsit később a bátaszéki önkéntes tűzoltó egyesületnek lettem a gazdasági vezetője. Tavaly évtől már annak lettem az elnöke, és a bátaszéki tűzoltó parancsnokságnak pedig a parancsnoka. Tehát a kollégáimba kaptam azt az ikletet, meg támogatást, hogy ezt vállaljam el, mert úgy érezték, hogy én voltam az egyik ember az, aki a legjobban teszek, meg küzdök a tűzoltóságért, megpróbálom közösségé formálni, és úgy érzem, hogy mindenkivel olyan kapcsolatot ápolok, hogy el tudtak fogadni. Ennyi idő pont elég volt ahhoz, hogy belelásson a rendszer működésébe, nehézségeibe és természetesen a lehetőségeibe is. Voltak tényleg nagyon szép napjaink is, meg vannak is, jelenleg is. Természetesen ez a válság, ez minket is megérintett. Tehát ez az üzemanyagárral, mert sokan úgy vannak, hogy ársapkával tankolnak a tűzoltók is, de sajnos ez nem így van. Úgyhogy ez nagyon megvisel minket, mind a villanyszámla, meg az egyéb rezsiszámlák emelkedése egyértelműen nagyon megnehezíti a napjainkat. A maga a biztonság ez miatt nincs kockáztatva, tehát a város biztonságát, a környező települések biztonságát, ettől függetlenül el tudjuk látni. Tehát spórolni próbálunk egy kicsit más területeken, olyan elvonásokat muszáj végrehajtanunk, amit kicsit át kellett csoportosítani, mind az üzemanyagra, mind a rezsiköltségekre. A lehetőségek adta keretek között az állomány folyamatos továbbképzéseken pallírozódik, és a pénztárca határáig a technikai eszközparkot is rendszeresen újítják, modernizálják a bátaszéki tűzoltó laktanyában. Az önkéntes egyesületben is megtörtént 3 évvel ezelőtt egy gépkocsi fejlesztés, lecseréltük az öreg 30 éves autót egy kicsit fiatalabbra, és jelenleg is folynak ezek a pályázatok. Tervek vannak, szeretnénk mi is előbb-utóbb akár egy mentőcsónakra pályázni, ami ebben a régióban nincsen. 3 évvel ezelőtt kaptunk a mentőszervezet révén egy Amarok terepjárót, tehát ez is az egyik kiemelkedő momentum volt a tűzoltóság életében, mert ez nagy hiány volt, egy olyan logisztikai autó, amely káresetekhez esetleg utánpótlást tudunk vinni, meg egyéb logisztikai dolgokat el tudunk látni. Ez említett válság miatt hosszú távon nem tudunk gondolkodni, de folyamatos oktatások vannak, amik ugyanúgy költségekkel jár nekünk is. A folyamatos felszereléseknek a pótlása, cseréje, tehát ez mindig megtörténik. Most jövőre olyan terveink vannak, amit 140 éves lesz az önkéntes tűzoltó egyesület. Ezt szeretnénk méltóan megünnepelni, mert szerintem mind bátaszéken, mind a környéken nem sok olyan egyesület van, aki el tudja magára mondani, hogy 140 éve működik. Tehát ezt szeretnénk majd úgy megünnepelni. Testvérvárosi kapcsolatokat elkezdtük megerősíteni. Kín Erdélybe, akkor a Nagycsallóba is, meg Bézikhelyben Németországba is, tehát ezeket most elkezdtük egy kicsit megerősíteni. Egy kicsit próbáljuk a személyi állományt olyan irányba terelni, amivel ők is tervezni tudnak, hogy mindig egy stabil, megbízható munkahelyük legyen. Mert jelenleg 10 főállású alkalmazottunk van, és 10 ilyen napi bejelentéses, akik besegítenek más tűzoltóságokról, vagy más munkahelyük van. A 140 éves évforduló megünneplésének tervezése már folyamatban van. A mai állás szerint akár egy nemzetközi verseny is része lehet a programnak. Most szeretnénk a megyei Flórián nap itt kerülne megrendezésre. A testvérvárosi kapcsolatban a ditróiak Erdélyben felvetették, hogy
hozzunk össze akár egy ilyen házi versenyt is, tehát a helyi tűzoltókkal, meg ők is részt szeretnének venni, tehát erre szeretnénk ráépíteni. Én elégedett vagyok a jelenlegi helyzettel és a jelenlegi állománnyal is, mondja az új panásnok. Jelenleg megvagyunk a személyi állományban, de az önkéntes tűzoltók táborát jó lenne még megerősíteni, hogy lehessen nyugodtan és biztonságosan tervezni. És persze itt van az utánpótlás kérdése is, amin folyamatosan dolgozni kell, hogy legyenek évek múlva is tűzoltók Bátaszéken. Közel 150 utánpótláskorú karatéka mérte össze tudását a Bátaszéki sportcsarnokban. A versenyből a régió egyesületei hozták el azokat a versenyzőket, akik most tanulnak bele a sportág mesterfogásaiba. A viadal jelentőségéről sportmagazinunkban beszélünk részletesen a verseny főszervezőjével, Nagy Ákos vezetőedzővel. A Tolna megyei Prima Gálán a díjat alapító VOSZ a megye sikeresen működő vállalkozóit ismeri el minden esztendőben. Idén a jutalmazottak között két bátaszéki is volt, Mattenheim János és Mack Norbert személyében. Az ő munkájuk és személyük a város számára is fontos, mondta Bozsolik Róbert azon a találkozón, melyen a város vezetője fogadta a díjazottakat. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által létrehozott díjjal elsősorban az volt a cél, hogy olyan teljesítményeket ismerjenek el, melyek példaként szolgálhatnak a társadalom tagjai számára. Az idei díjazottak táborát két közmegbecsülésnek örvendő bátaszéki vállalkozó is gazdagította. Mattenheim János még akkor kezdett el autókkal foglalkozni, amikor a magyar utakat még zsigulik és trabantok koptatták. Azt mondja, nem lehet folyamatos szakmai fejlődés nélkül sikeresen működni, így egész életében tanult. Az autóvilágban rengeteget változott. Végülis az ember belegondol, csupa mérnökök, és hány komoly gyárokban tele van mérnökökkel az egész világ. Régen a Zsiguliban, amikor még Zsiguli trabant világában, hát a technika el volt maradva. Úgyhogy a könyveket kellett bujkálni, és hát bizony nehezen találta meg az ember az megfelelő információt, mert minden könyvet nem is lehetett megvenni, meg eladni. A mai világban egész más. Interneten minden rajta van, nincs probléma. Folyamatosan fejlődni, itt nem lehet megállni, főleg az elektromosság világában, az egy külön szakma, most már annyira össze van bomba. Belegondolok, egy autóban most már 50-80-100 komputer van, ami külön vezérli a dolgokat. És a másik, igen fontos, régen, hogy füstöltek a dízelautók. Ma, ha fogok egy zsebkendőt, és belenyúlok a kipufogóba, az nem lehet kormos. Szóval a világ ennyit fejlődött. És nekem abban volt szerencsém, hogy a felügyelet diktálta is az iramot. Szóval volt iránymutatás, hogy merre kell fejlődni, mert különben valószínű, hogy nem jutottam volna idáig, ahol vagyok. Meg hát nagy segítség volt a fiam, vagy még mindig az, ő viszi végül is a céget tovább is. Csapat munka eredménye, mert egy szemében itt mindenkinek be kell dolgozni, és mindenkinek becsessen alázottak kell dolgozni. Az ügyfeleket ki kell szolgálni megfelelő módon. Mack Norbert chef számos országban kápráztatta már el a gasztronómia szerelmesei tudásával. Főzött a tengeren túlon is, mégis a lehetőségek ellenére hazajött. Nekem fontosabb át a széki templomtornya, meg azok az emberek, akiket szeretek és akiket ismerek, mondja. Mert szeretem ezt a kis várost, szeretem az itt élőket, majdnem minden ide köt engem. Úgyhogy szeretem a világot járni, ezt hangoztattam is, meg fogom is, hogy én tengerész szerettem volna lenni, tehát a világjárás, az utazás az a mindenem, de mindig hazahúz a szívem ide Bátaszékre. Az, hogy megújulni, az teljesen természetes dolog ebbe a szakmába, sőt kötelező, mert hogyha az elképzeléseink bezáródnak, és azt gondoljuk, hogy na, akkor most értünk el oda, ahol a csúcson vagyunk, és ez a szakmának a csúcsa, az nem jó. Mert akkor elrohannak mellettünk a kollégák és a szakma. Mack chef lokálpatriotizmusa odáig terjedt, hogy könyvet készített a település gasztronómiai értékeiről. Ez egy közös munka az önkormányzat, illetve a művelődési ház lányaival. Hát rengeteget. Tehát ami a legfontosabb volt, hogy az öreg néniktől olyan recepteket és olyan beszélgetések történtek meg, ami annyira építő és annyira magasztas volt tényleg, hogy nem is a recept volt a fontos, hanem az a tisztelet, ahogy az ételről, meg az alapanyagokról beszéltek. Úgyhogy ez szerintem egy példaértékű lenne a mai világban a fiataloknak, hogy egy ételről és egy hozzávaló
val, meg is a hozzávalóról, hogy beszélnek, vagy hogy beszéltek az öregek. Bozsadik Róbert polgármester véleménye szerint jelentősen növeli egy település ázsióját is minden olyan alkalom, amikor valaki nyilvánosan elismerésben részesül munkája eredményeként. Ők is Bátaszik közösségének szerves részei, és ugye idén az a megtiszteltetés és érte Bátaszik közösségét, hogy két vállalkozó is elnyerhette az év vállalkozói díjat. Fontos a város számára is, hogy a vállalkozók ilyen elismerésbe is részesüljenek, és nagyon-nagyon fontos az, hogy jó kapcsolatot ápoljunk velük. A lehetőségeink kevés és kicsi ahhoz, hogy mi magát a vállalkozói kört tudjuk támogatni, inkább mi szorulunk az ő támogatásukra, hiszen ha ők jól gondolkodnak, sikeresek a területükön, az a város számára guruló adóforintokat jelent, amit természetesen mi visszaforgatunk a közösség építésére, de nagyon-nagyon fontos, hogy rajtuk keresztül adott esetben még példaképet is lehessen állítani az utánuk következő generációnak, hiszen a mai világban most már sokkal keményebb feltételekkel kell megküzdeni ahhoz, hogy valaki egy vállalkozást egyáltalán életben tudjon tartani. Földes László Hobó hármas oltár című előadását tekinthették meg az érdeklődők a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Az estet József Attila Ginzberg és Viszocki verseiből és szövegeiből állította össze Földes László, akivel a Kultúrszoba című műsorban beszélgettünk a programról. A Kanizsai Dorottya Általános Iskolában minden esztendőben rendeznek mesemondó versenyt Benedek Elek születésnapja alkalmából. A kiírás szerint népmesékkel kell készülni a résztvevőknek, akik koruk szerint több kategóriában mutathatták meg felkészültségüket. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony. Annak volt egy fia, meg egy kis tehénkéje. Egyszer úgy elfogyott az ennivalójuk, hogy azt mondja az anyja a fiának, menjen el és hajtsa el a tehénkét a vásárba. Tarjányi Luca az Égigérő Passzúj című mesével készült az idei versenyre. Végén, mikor ott lemásznak a passzújon, akkor az ott eléggé vicces lesz pár gyereknek szerintem, mert az ott vicces. Anyukám ugye el kellett altassa az öcsit, és ezért nem mindig szokott nekem mesét mondani, csak ha az Erzsi mama itt van, akkor mindig van nála mese. Most lett egy olyan mesekönyvünk, ami az Erzsi mama szerint nincsen senkinek, és abból egy pár mesét szerintem elmesélhet, mert azok jó mesék. Hát ezért is jók a nagymamák. Luca egyébként a legkisebbek kategóriájában állt ki a többiek elé. Számára több dolog miatt is fontos, hogy szerepelhessen. Leginkább azért, mert ilyenkor mindenki őrá figyel. A Kanizsai Dorottya Általános Iskolában már több mint egy évtizede hagyomány, hogy mesemondó versenyt szerveznek. Ugye szeptember 30-a a népmese világnapja, Benedek Elek születésnapja, és ehhez ugye a diákoknak, hogy a népmesét még közelebb hozzuk hozzájuk, ezért egy népmese, vagy egy mesemondó versenyt hirdettünk meg, a könyvtár hirdette meg a gyerekeknek, és mindig évfolyamonként szoktuk ezt megrendezni, úgyhogy a gyerekek is a saját tudásukat megmutathatják, hogy mi az, amiben jók, még jobbak szeretnének lenni, és ugye régi van, aki még a régi hagyományos székelyes mondását is feleleveníti. Tehát, hogy tényleg olyan gyöngyszemekre tudunk ilyenkor bukkanni, amit ugye a gyerekek nem is ismerünk, nem is tudunk róluk, de hogy ilyen tényleg nagyon jó kis dolgok sülnek el ezekből a dolgokból. A végtére Mátyás király jut. Mátyás királynak is a fülébe jutott az okos katica híre. Na hát, én is szeretnék beszélni ezzel a nevezetes katicával, hozzátok felelében Budára. Hát otthon szépen fölöltöztették katicát, föltörészt nyálták, s elindították Budavár felé, Mátyás király elébe.
és hogy miért is olyan fontos, hogy olvasott meséken nőjenek fel a gyerekek. A képzelőerő, a fantáziája a gyerekeknek hihetetlen nő kell ahhoz, hiszen az életünk is abból áll, hogy nem csak a meglévő dolgainkat, hanem hogy akarjunk is csinálni, hogy mást akarjunk csinálni, és a népmesék, ugye ezek mind olyan dolgok, amik elvonatkoztatnak a valóságtól, ugye a sárkány, a varázslat, a boszorkány, tehát ezek mind ott vannak a népmesékben, és a gyermekeknek ez szükségük van ahhoz, hogy valahol egy mesevilágban is éljenek, hogy ne csak ebben a monoton, digitális életben éljenek és éljék az életüket, hanem egy kicsit ki tudják magukat vonni ebből az életből, és hogy a fantáziájuk meglegyen. Ugye ez kezdődik születésük után, hogy a szüleik mesélnek nekik, remélhetőleg mesélnek nekik, hiszen ez nagyon fontos. Később pedig ahhoz, hogy a gyerekek olvasnak, a szókincsük, a beszédük, az előadó készségük, ez nagyon fontos a gyermekeknek, hogy a mese hallgatástól a mese olvasásig, a történet olvasásig ez a folyamat meglegyen nekik. Az rendben van, miért fontos, hogy a gyerekek mesén cseperedjenek fel, de az vajon miért lényeges, hogy az egyik gyerek a másiknak meséljen? Értsék meg a többi gyerekek is, hogy erre szükségük van, hogy ők is tudják, ők is meg tudják ezt tenni, tehát nem csak a szülő képes erre, hiszen a gyerek szájából egy mese, az még fantasztikusabban hangzik szerintem, mert az ő kis saját nyelvén, az ő kis kicsi hibájaival ott van, de közben néhány gyerek már annyira jól elő tudja adni magát, hogy bele tudod képzelni magad, és ha egy gyerek mondja a másik gyereknek, akkor rájön a másik gyerek, hogy van olyan dolog, amit jó, hogyha megtanulok, vagy megcsinálok, hiszen ő is meg tudja, akkor én is meg tudom valósítani. Semmi különleges elvárás nincs a fellépőkkel szemben ezeken az alkalmokon azon túl, hogy merjenek kiállni és elmondani mindazt, amit megtanultak. Egy népmesét nem is kell szóról szóra tudni, hiszen a műfaj sajátja, hogy a szöveg változik benne a mesélőtől függően. Az a fontos, hogy az egyéniségük előtérbe kerüljön, és lehetőleg az előadás magával ragadó legyen. Szeressenek és merjenek kiállni, beszélni, elmondani mindazt, amit tudnak. Köszönöm mai figyelmüket, viszontlátásra!